örvendezünk is, egyetértésben is élünk. Most különösen érezzük azt, amikor oly nagy örömmel üdvözölhetjük egymást. Bennem ilyenkor számok ébrednek föl, és a számok mögött idő van, az időben események, és életünk egész folyása. Amikor mi ketten a Medvéd tanárral kezdtük a tanári működésünket, az annak első esztendeje volt, akkor születtetek ti. Aztán egy következő szám, hogy az 50 év. Valamennyien túl vagytok már az 50-en. Én nem tudom ki, hogy élte meg, én akkor döbbentem rá, hogy halandó vagyok. Hogy életemnek a felét már biztosan leéltem. És most már lefelé megy a nap. És maradj velem, Uram, mert esteledik. Alkonyattól időtől kezdődött nektek, és nem tudom megint, hogy éltek meg. Én azt mondom, jó pár év tapasztalata most már 30-al az 50 után, hogy nagyon szép az öregkor is. Tehát gyönyörű korszak előtt álltak, persze kinek-kinek ehhez hozzá kell járnia. Ne féljetek tőle, vágjatok neki mindenkornak, gyermekkornak, ifjúkornak, ahogy megvan a szépsége, és a 4 éves gimnáziumi korszaknak, ugyanígy meg lesz majd ezután is. Akkor volt a legutolsó találkozónk, a megelőző találkozónk. Még eszembe jut, hogy érdekes, ti vagytok az osztály, akik szabályosan, geometriai pontossággal mindig 5 évenként találkoztak, csak véletlenül egy maradt ki. Ez a 6. találkozónk. 88-ban még egész más volt körülöttünk a világ. Akkor még nem tudtuk, hogy 93-ban ilyen millióban élünk. Hazánknak ez lesz a sorsa. Én nagyon szeretem hazámat, minden embert is, mindenkit szeretek. Néha egy ilyen egyéni dolgokat is felemondom, szubjektív dolgokat. Így szeretem nagyon hazámat is, és nagy aggódalommal, de bizakodva kísérem a szülésnek a fájdalmat, mert azt éli hazám most. Amennyire tud az ember a kicsi kis körébe, igyekszik azt úgy befolyásolni, hogy jó irányban haladjon. Akkor kezdtétek a piorista iskolában az első osztály. Elnéztem, ott van mindig, ezt nem dobom el, és nem adom át senkinek kölcsön, amíg élek, mert hát végleg összes többi tényképeimben, mint ami veletek kapcsolatos, azt mind szétosztottam már, mert szét tovább éltek, de ez csak akkor kapja meg valaki, ha megszerzi, kéri el majd a rendemtől, én már nem lehetek veletek. Nagyon érdekes rátekintve, nem tudom kinek van, meg ránézek, szintén történelem, élet és csoda. Többetem, a legnagyobb csoda számomra egyénileg így élem meg, hogy élek. Ez egy költő is így mondta halálra, pár esztendővel, legnagyobb csoda, hogy élek. Hát ezt most nem tudjuk részletesen, hogy miért. De nagy csoda az is, hogy itt vagyunk, hogy ti itt voltatok 54-ben, és itt vagytok 58-ban. És csoda, hogy az a 4 esztendőnek micsoda varázsos hatása van egy egész életre. Teljesen soha nem értem meg. Az sem, hogy a tanítványaim, ti is, gyakran tapasztaltam, de mások is, bárhol találkozunk, szinte kitárulkozó szívvel és széles mosollyal üdvözölnek mindenki, mindig. És látom, hogy a szívből jön. Pedig hát 4 évig tanár és
diák viszonya nem szokott mindig a legderűsebb felhőtlen lenni. Ha persze egyénileg megint elárulom, soha senki, semmi osztályba, tiétek se, soha nem emlékezett kellemetlen dolgokra. Nem is voltak olyanok, ha visszagondolok rá. Az vele jár az iskola élettel, a bort. És úgy tapasztalom, nálatok is, diákoknál is, hogy ugyanígy minden, ami esetleg volt kellemetlen, teljesen elpárolog az ember emlékei között. És csak megmarad az, ami pozitív, ami szép. Van benne. Más, mint a többinél. Nálatok kettőre, háromra emlékszem. Az egyik, hogy egyetlen egy osztályom nem volt, akivel annyit kirándultunk volna, mint veletek. Az biztos. Különösen szép emlékeim vannak ott a Csúcshegy környéken, nem tudom is milyen. Nekem arról, mikor tanár egy hatalmas lövést védett ott ki viharkapárba. Annyira, hogy akkor a családdal is oda megyek. Na van, az emlékek azonnal aztán. Egerből visszajöttünk bele és betegedtek. Ezek a, majdnem volt olyan idő, amikor minden héten, szombaton vagy hétvégén mentünk vala. Szóval az egyik osztályomban se tört. És annak nem kell tűnni dolgozatot. De azt mindegyikük tudta, hogy nagyon szeretem a természetet. A másik dolog, amiről nem is sejtitek, most árulom már először életemben. Amikor átvettelek benneteket, tehát elsőbe osztály főnökötök lettem, akkor elhatároztam, hogy egy új módszert próbálok ki, pedagógiai módszert. Mögöttem volt már 15 esztendő, tanár Veszprémi évek, meg előttem még Pesten is egy-kettő. Olyan módszert most sem akarom részletezni, ugye, hogy azt a bizonyos, na hát fegyelmi féket, azt különbözőképpen lehet megcsinálni, így, úgy, amúgy. Akkor elhatároztam, hogy ezt a, na mi az a szó, amit használtunk, nem jut eszembe, ez is már kortünet, a lovakat, amivel irányítja. Gyeplő, a gyeplő. A gyeplőt ugye így is lehet engedni, meg úgy is lehet engedni. Már egy fegyelmileg kapcsolatban is így tovább. Elhatároztam, hogy most egy lazább gyeplőt fogok, mint az előtti esztendőjét. Ilyen jó, jó, hogy ebben nem tudom, hogy nem tudom, hogy meglepik. Szinte bedobta a gyeplőt a tanár úr közé. Na hát azért látszottam a hatásra, hogy sok tanár úr, aki tanítok bennek, ez nem sokáig hírta a szerelemmel. Én nem tudom, hogy mi volt az oka annak, hogy a balog igazgató úr, meg aztán a galambos tanár úr, hogy ő benneteket első után. Zsombor. Még egy dolog, ezt gondoltam. Ja igen, ezt hogy sikerült? Nekem jól sikerült, szóval, mert én bírom a dolgokat. Ha nem is vettétek észre, de én nekem nem emlékszem, hogy ez a gyeplő meg lett volna nagyon eresztve. De mondom, jeleit láttam, hogy azért ezt nem lehet folytatni, úgyhogy visszatértem mégis az alapvető módszeremhez a későbbi osztályok. De mint vidám társaság ígéltek az emlékezetemben, sok pingpongozás is volt, ugye, ha jól emlékeztem. Igen, hogyne, pingpongozás. Aztán sakk is volt, ha jól tudom. Igen, szóval ilyen töményen mindez együtt egyetlen egy osztályban jöttem még a legelső az osztályban vezetőnök. Na most, ha valamit akartok tőlünk, mint piaristáktól kérdezem, most kérdezzetek, én már mindent elmondtam, amit akartam.
A földre fog felszívott. Természetesen nem kívánunk vissza egyetlen talp alatni földet sem. Nem, a földekért nem jár. Hát nem, ez a földosztáskor volt, a 45-ösen. 3:49-kor len van Miskolcon. Ott beülök akkor a buszba vagy a villamosba, amelyik hamarabb indul a pályaudvartól, és viszek magammal egy 1/4 liter fekete kávét hőpalacba. Ugye, akkor aztán 9:30-kor azt ott a helyszínen megiszom egy jó csészével. A többit a hallgatóim megisszák. Ősiesen feláldozzák önmagukat. Egy és ez nekem az üzemanyag 4 órára. És azért nekem fizetnek elfben havi 20 000 forintot. Tudnék nekem, ebből természetesen adóznom is kellene, ha nekem volna nyugdíj jövedelme. Mint hogy a nyugdíjam azonban nem lényegesen több 6 000 forintnál, azért nekem az adóhivatal visszafizeti a befizetett adó előleget. Igen, kettő. Hagyják. Adják azt is, hogy mindenben fiatalemben szüldet fel a gondi a sport felé, ne tanuljanak, és csak sportoljanak. Hát ezt csak láttak volt, mert a következő fejezet csodálatos hagyják az ügyeket. Amikor ezt adják, mind kint voltak minden meccsünkön, és úgy kellett könyörni a pogánynak, hogy ne győjön ki, mert a kubolya lehetett éppen áll, de itt van a pogányok, hogy meg kell játszani. El is vesztettük a bajnokságot. Most mondani sem kell, hogy csodálatos tanácsolatok kétségben megkövetelték a tanulmányok fegyelmet.